következő vendégem szeretné, ha a férje végre mindent bevallana. Tímea. Tímea, mit kell bevallani a férjének? A férjem ismer a Marika nevezetül egy sokornőmtől egy kislányt. A férjem a Marikától, amit ő azt mondja, hogy zövéje a kislány. Ki mondja ezt? A Vendel. Tehát ön férje? A sógornőtől ismer egy kislányt, azt mondta, hogy az övéje. Tehát neki sógornőjétől van egy kislánya? Igen, hogy azt mondja, hogy az övéje, mert ugyanon kacsol a kislány, mint ő. A férje dicsekszik ezzel? Persze. Minden mám is kiabálta egész nap, hogy a kislány az övéje. Ő megmondja mindenkinek a szemébe is itten, hogy az a kislány az övéje. De miért csinálja az? Hát... De tényleg lehet, hogy övé? Hát lehet, hogy az övéje. Lehet. És a sógornő mit mond? Hát... Ő meg szégyeli. Szégyeli magát. Kimondani eztet. Hogy? Hogy a Vendel a kislány. Kettő között volt viszony valaha is? Tud volt, róla? Hát szerintem volt viszony, mert volt olyan, hogy kimentek az erdőbe is. Akkor volt olyan, hogy egy pár napig a kettőben voltak a lakásban, én édesanyámmal voltam egy hónapig, és ez idő alatt ezt a régebben a kislányt szózták, és tagadták, tudja? Tagadták. Ez egy picit. Hát most itt van velük, két hónapos. Igen. Most két hónapos ez a kislány? Két hónapos ez a pica, aki most itt van velünk. Az édesanyjával. Igen. De hát mit kell bevallani a férjének, ha ő most azt mondja, hogy az én gyerekem? Hát a férjem meg azt kell bevallani, hogy bevallom, mert az enyémé. Én csináltam. Csak de ő tagadta, hogy neki bármilyen közel lett volna a sógornőjéhez? Hát nem tagadta. Soha? Soha. Soha nem tagadta. Tehát ő azt mondta, hogy igen, vállalom, nekem kapcsolatom volt ő vele. Igen. Igen. Csak itt az a kérdés, hogy ez a gyerek... Ővéké vagy sem. Ön mit szeretne? Én? Aha. Én azt szeretném tenni, hogy szakadja meg köztünk az egész kapcsolat. A férjem között, még ugye a lakásban mindenki között. Mert egy házban lakunk az egészen. Sógornőm is, még a Vendel is, az élettársam. Tehát ön akar a párjával megszakítani a kapcsolatot? Igen, vagy azt szeretne, hogy a párja szakítsa meg a kapcsolatot a sógornőjével? Hát, mikább én velem szakítsa meg a kapcsolatot. Őket hagyom úgy, hogy vannak. Ma nem szeretne együtt maradni férjével? Nem. Nem. Ez magának nagyon fáj, hogy itt hát, megcsalta őt? Persze, hogy fáj. Hát nekem az is fáj, hogy ugye nem akar velem egyáltalán közösülni, se foglalkozni. Én hiába mászom meg őt, ha engem nem akar, magyarán mondom meg. Jó, én kíváncsi vagyok, hogy a sógornője mit szól ehhez. Hát, én is kíváncsi leszek rája. Jó? Hogy, jó. Együtt élnek? Egy lakás, igen, külön-külön szobában. Csak a férjem az külön alszik, én is külön. Mert nem tartjuk most ezek véget a kapcsolatot. Jó, rendben van. Jöjjön ő. Kíváncsi vagyok, mit szól ehhez, jó? Jó. Rendben? Rendben. Ő következik, Mária. Sógornő, kérdezzen meg, hogy mi a helyzet. Na, ugye a kislány tő, a Vendel tő van a kislány. Nincs tőle a Vendel. Nincs tőle a kislány. Nincs a Vendel tőle a kislány. Komolyan nincs tőle. Akkor miért mondja egész nap? Hát az, miért mondja egész nap neked? Száját, de tőle nincs az a kislány. Nincs tőle. Nekem van egy élettársam, és tőle van az a kislány. Akkor miért mondta egész nap? Miért tőle az egész nap mondja? Az egy dolgot mondhassa, de az nem tőle van az a kislány, hanem van nekem. Te vagy egy büdös. Hey. Nem én, jó? De minden külön. Menj arrébb. Te kis nem félek, te rám félteted a férjed, amikor tőle, nekem nem... Hát gyere, húzzunk miért? Hát nincs tőle az a kislány. Akkor miért mondja egész nap a kislány? Az egy dolog, hogy mondhassa, mert te vagy egy büdös. Szerintem jöjjön a Vendel.
tőle kérdezzük meg, jó? Mert itt nem szerint üvöltöznek egymással. Ő azt mondja, nem, tőle van. Nem tőle van az a na. baba, hanem a élettársam. Van nekem egy élettársam, 3 éve vele vagyok. És de az egy dologot déldegesse a kislán, meg szereti. És fétéken rám, még anyukámra is féti azt a Wendelt. Jó, kíváncsi vagyok, hogy Wendel mitől ennyire népszerű. Jó? Rendben? Akkor most a férje következik. Rendben? Wendel. Hello. No, tessék. De nem tudod, a kislány? Én tőlem nem volna kislány. Tőlem. Akkor egész nap, még egész héten keresztül miért mondtad nekem, hogy a kislány téged, mert olyan bandi, mint te vagy? Az egy dolog, hogy bandi, mert a férjem is bandi egy kicsit. Hát öcskös is. Miért mondtad egész nap, két hétre mondtad, hogy a téged a kislány? Mert fétét állandó rá, hogy miért hudulok ő hozzá, a Marihoz, hogy így tehát úgy lő, mit tudom én. Hát egész nap bentsüngesz nála, akkor miért? Miért voltál vele az erdőben, és még... Fáj! Még egy hétig voltál vele a fétásból? Fáj voltam, így van. De hárman voltunk a sógornőmmel. Voltál vele fáj? Segíteni, hát ahhoz a fát. Igen. De ott volt a sógornő is, nem ketten voltunk, hanem hárman. És akkor vele vele foglalkozol? Hát nem volt én impetos. Hogy ne foglalkozok veled, mert azért, mert fétigen vagy, fétigen vagy rajta. Miért nem tudsz velem testnek foglalkozni? Hát miért nem foglalkozok veled? Mert fétigen állom a Maria, hogy hozzám megyek. Testnek nem akarsz foglalkozni egyáltalán. Hát nem, mert te is megszálltál engem. Miért akarok, hogy csináld meg velem, hogyha hát, nem akarod? Hát sajnálok anyukám, azért nagy bottal járok, hát egy dolog. Ha álljon meg már mellett kicsikét, egy fiatal névok, mit vigyek magamnak? Vibrátor? Hát, vegyél, vibrátor. Az drága? Hát drága. Nem baj? Adok én egy szója. Na mit kérdezt a magadról? Hát miért? Úli ember vagyok. No, tőled hát, van az kicsit állány. Messze van az. Aki így beszél, az nem úri ember. Az... Hát, Joshi bátyám, azért messze vagyunk az úri embertől. Kitagadom magát. Hát, ne tessék kitagadni engem Joshi bátyám, mert ezért nincs igazságot azt mondanak. Joshi bácsi, nem? Joshi bátyám, ő csalt meg engem. Ő ment én veletem félre. Igen, te csaltál meg! Még ő magyarázik, ő fétékeny, amikor szívott nyakkal, mondta, hogy én még csaltalak meg téged. Ő magyaráz, 3 hetig elment tőle, és egy hónapig még ő fétékeny. Meg! Megmozik azok meg. Miért? Azért, mert ezt mondta róla, hogy tőle van a kislány. Tőle van a kislány? Én tőlem nincs. Napról-napra csak a hajtó, ez hajtja. De maga nagyon ügyesen csinálja, ők egy gyanúsítják, közben félre megy. Ja, és kiszítják, hogy tény hozzám. Józsikám. Bizony, mert tudja, miért. Állapodjuk, Wendel, Wendel, állj! Tartsa a zsebiből, maradjon egy picit. Jó. Állapodjunk meg abban, hogy legyen nekem egy nevem. Itt maradjunk a Joshi úrban, jó? Joshi úr. Gyakoroljunk? Jó van, Joshi úr, jó. Rendben van. Na, akkor mi a helyzet ezzel a családdal? Most kinek van félteni vagy féltékenykedni valója? Neki! Hát, én nekem nincsen, megmondom úgy, hogy van tényleg valót, megmondom, nincsen nekem. Napra hagyja, hogy tőle van a kislán, megmondom úgy, hogy 100, nem tudom ki előtt megmondom, mert mám is mondta, hogy a kislán megmondja a buszba is, a irénkes mindegyik, hogy azt mondta ott is, hogy a kislán tiszta ő, mert bandzsi. Hát az öcsém is az. A öcsője is bandzsi. Az anyád úristen itt. Miért te nem vak vagy? A te anyádat. Figyelj rám. A te anyádat. Nem lehet azért az, hogy ön gyanúsítgat, azt mondja, hogy neki viszonya van a sógornőjével, de közben van az ő testvére. Hát így jó van. A kapcsolat a testvérével, Wendel? Van. Jó a kapcsolat a testvérével? Jó. Most ő még ette vagyunk. Ilyet tenne testvérével? Tenne hát, ilyet a testvérével? Én nem tennék vele a testvéremmel ilyet. És akkor tehát én a Wendel milyen ember? A testvérének a feleségével kárt? Mert ő mindig napra hajtson. Mert tisztelen becsülöm a sógornőmet. Azért, hogy én gyerek szerető vagyok, mert imádom a gyerekeket. No. Én meghalok értelem kicsirikíti. Megmondom őszintén. Szép kis aranyos dundi lány, hogy nem igaz. De akkor velem mondja meg nekem azt, akkor én velem testvérek, miért nem foglalkozik? Az egy másik dolog, várjon. Tehát ön elfogadja azt,
hogy a Wendelnek soha semmilyen köze nem volt a sógornőjével? Hogy az itt mondta állandóan az, hogy jó, az én gyerekem, mert maga állandóan féltékenykedett. Ja. Hogy csak bosszantani akarta magát. Húzgált engem, mert igen, húzott állandóan, hogy féltékenylek teszlek, még minden. És az itt jött, hogy ti szíven nekedett? A k***a nyáltat. Na. Az itt jött, hogy ti szíven nekedett? Azt mondta nekem, Joshi úr, hogy én, hogy is mondta, hogy én szoktam kinek a nyakát, mikor nem is tudok szokni neki nyakát. Hát ő szopatta ki magának a nyakát, ott. Jó, domodon. Na, beszéljünk. Civilizált emberek módjára, jó, Wendel? Hát hogy ne, Joshi úr. Most akkor következő, mit akarnak csinálni egymással? Milyen jövőt képzelnek el? Wendel, Tímea, most hagyjuk ki a sógornőjét. Tehát szeretnék tisztázni egy dolgot, következők miatt a sógornőnek, tehát a Marikának, az ő testvérének, és ennek a kislánynak jár az a tisztelet, hogy világ tudja meg, hogy itt nem kérdéses, hogy ki az apa ennek a gyereknek, ők boldogan élnek egy párkapcsolatban, abból én született egy gyerek. Így van. Van egy másik dolog, önök közötti kapcsolat, ahol bajok vannak. Így van, így van. Így van? Így. Ne keverjük össze ezt a két dolgot. Ezt a házasságot rendbe akarják-e tenni, vagy nem? Nem. Nem. Miért nem? Mert szél akarok tlaválni. Miért? Azért, mert csak életem mellettem, még vele se. Mert egyáltalán nem akarom vele foglalkozni semmit. Én hiába akarom, hogy nem akarom. Hogy foglalkozok veled, amikor a saját sógornőmre féltékeny vagy én rám? Na, ha... akkor öntök-e Wendel? Igen, Joshi úr. Most ugye a... ön felesége Tímea... Igen. Tudomásul veszi, hogy jó, tévedett, önnek soha semmi köze nem volt a sógornőjéhez. Nem is volt. Nem. Soha nem. A gyerek az ön testvéré... Tiszta szívemben mondom. Így van. Szívére teszi kezét. Tiszta szívemben. Így van. És ő nem féltékenykedik, akkor kettő között minden rendbe jön? Akkor rendbe. Ha nem lesz féltékeny, még nem szopassa ki a nyakát. De most jó, hagyjuk már ezt, értettem. Egyszer mondta, világos. Igen. Vissza akarja kapni a férjét, vagy nem? Egy pillanat, Joshi bátyám. Hadd mondja. Hát, vissza. Vissza akar kapni? Vissza. Akkor mit kell csinálni a Wendelnek ahhoz, hogy itt ne legyen feszültség? Majd tőle is megkérdezem. Az, hogy bocsásson meg nekem. Mert nem tagadom, kiszívottak öttem azzal, mert el voltam két hétig tőle. Nem tagadom, de ő sem is, őnek is van egy másik nője. Akkor is fejezze be a nővel a kapcsolatot. Jó, Wendel, most felejtsük el másik nőket, másik férfiakat, csúnya történet, fúj. Így van. Önök akarnak-e egymáshoz visszatalálni, vagy sem? Joshi bácsi, akarok, de most azt nem tudom, mert én most kapok hagyadékot. Mert nem tudom, egy-két milliót. Most én a pénzem kell neki, vagy én kellök neki? Kérdezze meg tőle. Most neked mi kell a pénzem? Te, vagy én? Te. Én kellök? Te. Nem jó. A pénzed, biztos. Jó. Vissza a zsebbe. Jó. Jó. Mióta élnek együtt önök? 12 éve. 12. És 12 éves házasság ez? Igen. 12 év házasság. 12 mert... éves házasság volt? Igen. Ilyen hülyeségek miatt akarnak felrúgni? Hát. Maga meg nézze. Igen. Ha az ember úgy érzi, hogy féltékeny a párja, akkor nem kell rátenni két lapáttal. Nem. Hanem meg kell nyugtatni. Igen, hiába nyugtatom meg, mindig azt mondja nekem, korrokám, hova mész? Már megint mész csajozni, meg így úgy. Állj meg, hát nem vagyok én szoknyaőrző. Így van? Világos. Köszönöm szépen, Joshi úr. Visszafogadna a férjét? Vissza. Jó, akkor öntől kérdezem. Igen. Ugye a feleségének egyik legnagyobb fájdalma, amitől gyanús lett az ön viselkedése, az, hogy régóta önök között nincsen fizikai kapcsolat. Igen. Hm? Igen, de van, szex izébe van, hogy nem? Még működőben vagyok én. Nem, vele. Nem, ha ő vele. Én velem két hete nem foglalkozik. Hát egy dolog, hogy nem foglalkozok vele. Szobába fekszünk. Pedig... Azt hittem, hogy két éve. Nem, két hete. Két mert hete. Külön álltunk most. Jó, az nem érdekel. Tehát azt jelenti, hogy önöknek az egymás szeretik, közük van egymáshoz? Az ember, akit nem szereti, arra nem féltékeny. Így van. Hát nem. Szeretik egymást? Igen. Én szeretem őtet. Akkor miért féltékeny én? Szeretem. Akkor ön szereti a feleségét? Szeretem, tiszta szívemből. Jó. De megcsalódtam benne. Akkor mondja meg neki. Csalódtam benned. Nem azt! Hogy szeretek. Tiszta szívemből. Tessék. Tiszta szívemből mondom. Így.
Ahogy szeretném. Enyém után, Joshi barátom. Tudja. Mert csak húd a szívem oda. Senki nem hiszi el, hogy maguk nem színészek. Hát. Senki nem hiszi el, pedig maguk annyi nem színészek. Után, annyi év után csak húd a szívem hozzá. Hiába csalt meg. Mert én is megcsaltam őt, ez jó. Mert én nem látszik, mert férfi maga vagyok. Szereti a férjét? Imádom. Hm? Imádom. Mondja meg neki. Akkor miért csalt meg Joshi barátom? Mondja meg neki. Imádlak. Én is imádlak. De nem lehetett tudni, hogy bocsájtani. Miért? Tudnak megbocsájtani egymásnak? Hát most már tudunk, mert most már itt kimondta magát. A nyilvánság előtt, a világ előtt. Hogy megcsalt engem. Ezt vártam tőle. Mert idáig nem mondta, hogy mi van. Ön, akkor legyünk most őszintén. Igen. Ön ez alatt a 12-13 év alatt soha nem csaltad meg a feleségét? De, megcsaltam kétszer. A sógornőivel. Az ki? A feleségemnek, a testvérének a feleségével csaltam meg őt. Ezt most azért mondjuk ki ezeket a dolgokat, nem szabad félreérteni, hogy most mindenki mondja ki, hogy ki hol hibázott, milyen rosszat csinált. Hát hibáztam én is. Mindenki egyenlített, én most már képesek új életet kezdeni? Hát képesek. Igen. Ha tessék? Nem lesz féltékeny rám. Igen. De ne adjunk rá okot. Jó. Ne adjunk rá okot. Hát igen. Ez egy fontos dolog. Hát így van. Ha szeressük egymást. Ha képesek ezek után is új életet kezdeni, akkor azt mondja, érdemes volt 12-13 évig együtt élni, mert az alatt megtanultak, hogy egymás hibáit is el kell fogadni, nem csak a jó dolgait. Így van, így van. Hm? Mit üzen annak a kislánynak, a sógornője és a sógorának a kislányának, mit üzen? Most már nem gyanakodhat, mondjon valami szép mondatot neki, üzenjen. Ott van az a kamera, képzel, ott van az a kislány, mekkora az a kislány? Tessék? Három hónapos, milyen három lesz? Hónapos. Mondjon valamit, ami tiszta szívéből jön most már. Hát szeretem, és az anyja, a Marika naragudjon rám, hogy ilyet mondtam. Nem szabad ilyet mondani. Tiszta szívemből szeretem. Imádjuk ezt a kis csecsemőt, ezt a kis puját. Így van. Szép kis dundi. Így van. Hát mondjuk az anyja sem csúnya. De megmondom őszintén. De jó, én világos. Verem, én nem verem a szememet rá. Nem is, Isten meg. Isten álljon engem. Isten meg. Isten álljon engem. Így van. Tehát. Azért van az ember sem, hogy így van. Lehetséges, hogy 10 év múlva is együtt lesznek, meg 20 év múlva is? Hát együtt leszünk. Persze. Igen? Miért nincsen jegygyűrű? Hát. Hol van? Nincs. Már volt így házasság, 12 éves házasság volt így. Ez is lakodalom, arra lakodalom. Volt. És akkor azt mondja, hogy gyűrű nem kell? Hát. Beadtuk az acsiba. Be kellett adni, mert nem volt pénz. Jó. A gyűrű az csak egy külsőség. Az a lényeg, hogy két ember, ha lelkileg összetartozik, akkor nem számít, hogy van egy gyűrű, vagy nincsen. Így van. Pontosan. Jó? A szívű szeresi az ember egymást. Jó. Így van. Tehát azt mondja, tiszta szívből szereti tiszta a feleséget. Soha többé nem fog megcsalni. Világ előtt. Soha az életemben nem fogom csalni őtet. Esküszöm magának. Neki mondja, ő a feleségét. Soha nem foglak megcsalni, ha te nem csalsz engem meg, én sem foglak. Ha te csalsz engem meg, akkor én is visszaadom neked a csalást. Esküszöm neked, a tiszta szívemből mondom, a világ előtt, országszert előtt. Ha szeretsz, akkor a tiszta szívedből szeresen, ne az én pizembi, hanem a tiszta szívedből. Mert ha nem kölök neked, akkor a pizem se kölyön neked. Érted? No, hadd sem a válasz, te világ előtt. Én is szeretlek, tiszta szívemből. Te ne szíved a kezedet. Úgy? Lakadj egy csókot a világ előtt. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra. Leleplező vallomás a stúdióban. A Lacival másfél éve úgy szexuális, mint bármilyen más kapcsolatom van. Ő visszajár hozzám. Asszonyok, akiknek ugyanaz a férfi ígért szerelmet. Sejtette? Nem. Kettős játék. Meddig ment volna. Az első perc tudtam, hogy nem lett volna szabad ezt csinálni, csak vitt magával az ár. Válaszra várva. Kibe szerelmes? Itt és most dönts. Ha úgy érzi, hogy...